Gyulai üzem látogatásra érkezett csütörtök délelőtt Szalai Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere. Az STU Satis és az Airbus gyárában tett vizit során megjelent Palkovics László, korábbi innovációs és technológiai miniszter, aki jelenleg a Védelmi Ipari Innovációs N7 Holding ZRT vezérigazgatója. Velük tartott Christopher Kador, a városban új üzemet létesítő Satis csoport alapító vezetője és Görgényi Ernő gyulai polgármester. Az eseményen Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, az Airbus a tervek szerint elkezdte vonzani azt a beszállítói kört, melyre számítottak. A szaktárca vezetője kiemelte, a magyar haderőfejlesztés egy jól látható stratégia szerint halad, amikor 2016-17 körül az ország kellően megerősödött gazdaságilag, elhatározták, hogy a fejlesztések során kifejezetten európai beszállítókra fognak hagyatkozni. Mindezek során nem bevásárolni akartak, hanem ahol lehet, a gyártást is szerették volna ide telepíteni. Ennek a stratégiának a talán legszebb, legtökéletesebb megvalósulását láthatjuk, amikor Gyulán az Airbus települ, mint a védelmi iparunk egyik fontos eleme, azzal párhuzamosan, hogy Magyarország légiereje Airbus helikopterekkel bővült, a H-145-ös, és hamarosan érkeznek a H-225-ös helikopterek. A Gyulán új üzemet építő Satis csoport alapítója, Christopher Kador, Erkel Ferenc és Bai Zoltán nevével indítva jelezte, tudja, hova érkeztek, és azt sem titkolta, nagy terveik vannak. A négy kontinensen jelenlévő cég 30 éve megbízható beszállító partnere az Airbusnak, így nyilván nem véletlen gyulai jelenlétük sem. Christopher Kador úgy fogalmazott, ez az üzem óriási stratégiai jelentőséggel bír, hiszen általa a Rajnától nyugatra eső területeket ellátó francia és portugál üzemeik mellett a folyótól keletre is terjeszkedhetnek. Which is probably one of the biggest investment in Europe in the aerospace industry. Christopher Kador hangsúlyozta, jelenleg a gyulai 17 millió eurós, vagyis mostani árfolyamon számítva 6,5 milliárd forintos beruházás a legnagyobb légiipari fejlesztés Európában, melynek révén a leginkább biztonságkritikus alkatrészeket fogják gyártani az Airbus számára. Those Airbus and the supply chains would like to rely on Satis recognized know-how in the surface treatment. Az Airbus számára rendkívül fontos a magas minőség. A gyulai üzemegység ezért a legmodernebb technológiai követelményeknek is megfelel, a felületkezelés és az alkatrészek festése terén. A hazai hadipar újjáéledéséről beszélt Palkovics László, az N7 Holding ZRT vezérigazgatója, aki kiemelte, a külföldi cégekkel létrehozott technológiai partnerségek gyorsabb fejlődési pályát biztosítanak a magyar hadipar számára. Az együttműködés legfontosabb célja az, hogy biztosítsák a hazai igényeket, ugyanakkor az exporttal kapcsolatos szempontok is előtérbe kerülnek. Itt egy olyan technológiáról beszélünk, hogy Magyarország nem sajátja, repülőgépiparról. Magyarországon repülőgépiparunk nagyon régóta nem volt, és ennek az újraépítésére kaptunk most esélyt azzal, hogy az Airbus annak idején úgy döntött, hogy a Magyarországra és Gyulára hozza ezt a tevékenységét. Palkovics László beszélt a térségben megvalósuló háttérberuházásokról is. Békés Csabán a reptér fejlesztése tervezési fázisban van, a szakképzési központ működése már most sikernek nevezhető, Gyulán pedig egy körforgalom kivételével minden beruházást elvégeztek. Debrecenben a légiipari tudásközpont, Szegeden pedig a lézer technológia erősítheti az itteni üzem működését. Entreprise Satis, bienvenue à Gyula. Je vous souhaite une activité économique efficace et réussie. Görgényi Ernő gyulai polgármester franciául köszöntötte a Satis vállalat képviselőit, majd kitért arra, hogy ők a harmadik francia vállalat, mely az elmúlt 5 évben megtelepedett a fürdővárosban. Mindez újabb munkalehetőséget biztosít a térségben élőknek, illetve nyomósokként szolgálhat a fiatalok számára, hogy tanulmányaik után visszatérjenek a városba. Gyulaváros stratégiai célja az, hogy a város gazdasága több lábon álljon. A nemzetközi hírű turizmus,
az ugyancsak nemzetközi hírű húsipar és más ágazatok mellett a modern, high-tech ipari tevékenységnek is meg kellett jelennie a városunkban, és fejlődnie kell ahhoz, hogy Gyulaváros gazdasága növekedjen. A program üzemlátogatással zárult, mely során a sajtó képviselői is készíthette képeket a Satis és az Airbus gyulai üzemeiről.